mit tanultam az első játékfilmem elkészítéséből? Harmadik rész. Nem fogod megreformálni az első filmeddel az egész filmes szakmát. És tudom, hogy ez nagyon irracionálisan hangzik, hogy miért gondolna bárki ilyesmit. De amikor benne vagy a filmed elkészítésében, akkor kb. az olyan, mintha egy kisbabát nevelni a fel és tanítanád meg járni, ő a kis filmecskéz, picit csúnya meg az apjára ütöd, de azért szereted és nevelgeted, és jaj, de ügyes hát már jár. Ez kicsit olyan a filmnél is, hogy szerelmes vagy belé, és azt hiszed, hogy ő a legszebb, ő a legcsodálatosabb. Itt most most a konkrétumokra térek rá. Az előző filmünk címe Tenebris volt, mert esetleg YouTube-on elérhető. Ez egy magyar horrorfilm, ez volt bennem, hogy Jézus, hát egy magyar horrorfilm. Debrecenben játszódik, fiatal főszereplők vannak, és csomó különböző olyan kis elem van benne, amit én még nem láttam más filmekben. Amikor elkészült a film, és egyre inkább távolodtam ettől az egésztől érzelmileg, akkor felfedeztem két dolgot. Az egyik az az, hogy nagyon sok olyan kis pici elem a filmben, amiről én azt hittem, hogy nagyon-nagyon egyedi. Észrevettem, hogy én azt egy másik helyen láttam, már, csak akkor nem tudatosult bennem, hogy ott láttam azt az ötletet, és amikor a filmnél eszembe jutott, akkor azt hittem, hogy ez a saját ötletem volt, nem a saját ötletem volt. A másik rész pedig, ahogy múlt az idő, és bővült a szakmai tudásom is, több embertől kértem visszajelzéseket, láttam azt, hogy rengeteg olyan ötlet, amiről azt hittem, hogy egyedi, és még nem láttam sehol, az nagyon is létezett, csak én nem tudtam róla. Szóval érdemes mindig kontextusában vizsgálni a dolgokat, és nem fogod az első filmeddel megreformálni az egész szakmát, de valószínűleg a másodikkal. És a harmadikkal sem. A jelenlegi filmünk, amin dolgozunk, az remélhetőleg nagyon remélem, hogy egyedi lesz, viszont most már nincsenek ennyire nagyon tévképzeteim. nyilván igyekszünk minél egyedibre, de majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Ha nem szeretnél róla lemaradni, vagy az, hogy hogyan készítjük el, akkor pedig kövess be.